Sziasztok, én Enderman Boti vagyok, és ebben a videóban ismét jailbreaket hoztam el nektek, de most egy új rablással. Akkor, amikor beléptél a jailbreakbe, először is rendőrnek kell menned, és nem tudom miért ide dobott, ezért is szettelem magamat, hogy eldobjon a másik börtönbe, mert innen elég macerás lenne eljutnom oda. Végre, eldobott ide, akkor ha eldobott ide, akkor feljössz a helikopterhez, ugye ugyanúgy, mint a hogy rabolt ki a múzeumot videómban. Csak itt most van egy új rablás a jailbreakben. És ezt akarom megmutatni, hogyan kell kirabolni. Így, itt a helikopter, még valami nem nagyon töltött be a grafikája, vagy valamilyen. Az E az ilyen elég bágos volt. Akkor átváltok újra rabba. Szerencsére most ide dobott, azért nem kell kijönnöm a cellából, bla bla bla. És addig kinyitom egy széfet. Kaptam egy széfet, a napi széf. Jó, kinyílt, közben a helikopter is. Ezt a textúra. Kicsit hangos a játék. Áttextúrázom, mobil garázsa. És ez új rablás, ugye most van itt a... Van ez a... Hoppá. Hát ezt véletlen csináltam. Nem direkt volt. Na, visszajövök. Akkor most van ez az új rablás, ajánlott helikopterre jönni, mert veszteni fogja az értékét, amennyivel később viszed be a kollektorhoz, ahova a múzeumot is kellett oda a vulkán alá. És ugye most jött ez a frissítés, hogy nagyobb lett 25%-kal a játéktér. Ezért most ott van az a gyár. Megkérdezni tőlem, hogy mi az a gyár, azt ki lehet rabolni, és most az adja a legtöbbet. Mert a múzeumot 6400-at, ez meg hogyha jól kirabolod, teljesen jól, akkor ez 6500-at ad, hogyha amint megszerzed a pénzt, úgy viszed be. És ajánlott a helikoptert használni, és helikoptert is az ajtó elé parkolni. Mert ugyan itt fogunk majd kijönni. Aztán, ha eljössz ide, akkor itt most van egy ilyen kódfejtő rendszer, ami ha túl nehéz, akkor újra lehet próbálni. Szóval ide jössz. Itt össze kell húzni az ugyanolyan színűeket. Aztán most kinyílik nekem ez itt. És itt ismerek egy ilyen glitchet, hogyha ide felugrasz, és itt átjössz, kiszkippelheted az OB egy nagy részét, mármint ennek a részét. Tudjátok, ahol itt végig kell parkörözni. Minden. Akkor itt is újra ezt meg kell csinálni. Ez egy elég nehéz, de újra csinálok. Na, itt. Ez már talán jobb lesz. És itt meg kell csinálni ezeket, össze kell kötni az ugyanilyen színűeket. A lilát az... Aztán a piros arcos, valahogy össze kell. És nem nagyon. Akkor, ha összekötöd a... ezeket a bigyuszokat, nem, ez is nem, nem értem, hogy hogy kéne. Na. Így. Piros, megint. Ezt úgy kéne megoldani, hogy itt maradjon egy kis hely. Igen. És ha itt mindegyiket összekötötted, akkor kapsz 6500... majdnem meghaltam. Kapsz 6500 pénzt, és ezt, ami itt van a Lula képernyő alján, itt látod, hogy csökken az értéke. Akkor ezt minél gyorsabban be kell vinned a kollektorhoz, ahova a múzeumpénzt is be kell vinni, és így csökken az érték. Ez nagyon nagy szivatás, mert az uránium, és az ugye beomlik le. És az urániumot kell bevinni, mert ez egy nukleáris gyár. Nekem egyszer 5000 alatt volt, amikor kiraboltam. 4950-et sikerült bevinnem, mert ott egy kicsit tököltem, nem bírt felszállni a helikopter, is érted. Na, akkor ha itt vagy, akkor megint 5000 alatt lesz. De be kell vinned, ugye itt a kollektor, és megkapod a pénzedet. Most 5000-et kaptam, ami megfelel egy
mi az ékszerbolt kirablásának. És akkor ez a videó most, ez is ilyen rövid lett volna, nem olyan hosszú, mint a tegnapi. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Jackie Chan.